Oké, lássuk csak, a vízpálya kell nekünk. Az még kicsikét meg fogja mozgatni a dolgokat. Elmondja, a végén nem derül ki az, hogy mégse vesszük. Én is látszik, hogy vesszük, ugye? Mert... De. Jobb a sorban piros, akkor vesszük. Akkor vesszük. Akkor probléma csak, amikor teljes képernyőn vagy. Igen, igen. Miközben én tisztelem a tengeri élőlényeket, ezekre most mind meg fognak halni. Vagy ez a vízefekt, ez tökre tetszik nekem. Ez az első pálya, amit tegnap így poénból kipróbáltam. A dash nélkül tiszteletem. Hát igen, így akkor ezért haltam meg valószínűleg. Nagyon gyorsan. Főleg a instant kill spike-oknál ennél. Tehát, hogy abba beesik Zsolt, akkor instant hal, csak mondom. Aha. És nem olyan, és nem úgy hal, hogy élőlény hal, hanem hogy... Hogy igaz, lehet, hogy... Igen. A probléma nem a fish dick-szel van. Igen, a víznek fontos tulajdonságait, hogy a... Jó, hogy azt kellett volna lőni a tetején. Ha. Igen, a tornádó az nagyjából kitakarítja az életét ennek, hogyha az emberi halat találja. Meg hogyha rendesen betölt. És ilyen idegesítő mérkőzés. Ebből lesz majd még egy. Odáig jutottam el körülbelül. És ezek a random halak, amik így bekapnak, és ki kell magadat verni belőle. A csókos száját imádom a legjobban ezeknek a halaknak. Ne. Bekaptál egy tornádót. The fuck? Oda, hogy tényleg bekapnak, mi ez itt instant death spike? Ja, valahogy ideig. Erre játszik. Igen, ilyen sikerült van már. Igen, ideig jutottam el. Hát igen, ez elég. Legyőztem, és utána beestem random magamtól abba a pízbe, és meghaltam, és mondtam, hogy jó, oké, akkor azt hiszem, ennyi volt a karrierem. Rövid és egyszerű története. Amúgy a Zsolt szerintem az ilyenekben tényleg jó, meg látszik rajta, hogy a gyerekkorában ezzel ja. játszott. Ah! De lehet, hogy ezt hogy jinxeltem egy kicsit, de hogy... You think? De hogy volt a Cuphead, ugye? Igen. És van az egyik pálya, amikor egy ilyen repülővel mész, tudod. Igen. És már nem tudom, órák óta ott szívtem vele, és átjött a Zsolt, és akkor így mit csinálsz? Játszik ezzel a Cupheaddel, kipróbáld, igen, és levitte a pályát. És én még így, fuck you. Beszerültem? Igen. Megpróbáltam hátulról megoldani a problémát, de sajnos nincs elég hely, és így folyamatosan hozzájönnek az ellenfélhez. A logikus az lenne, hogyha az ellenfél sérülne tőlem, nem? Ja. Hát vagy legalább körülbelül. Oké, pillanat, fókuszáljunk. Tehát oda kell figyelni, mert hogy a vízben mind a dash, mind az ugrásnak más a mechanikája. Tehát, hogy... Más fizikája van a játéknak ilyenkor. És bele is halunk ebbe a fizikai problémába, az Isten szerelmére. Oké. Próbáljuk meg újra. Van még életünk? Nem. Ja, nem. Oké, akkor... Pillanat, lássuk, hogy jól emlékszem-e, hogy ez nekünk mire lenne itt szükségünk. Aha, van egy ötletem, akkor tűzünk van, akkor jöjjünk ide. Akkor nem sietjük el azt a health tanket, hanem ide jövünk. Ó, ez egy jó szám. Ez egy jó eszköz, ezzel is még mennék akár melyik pályán. Hát az első lyukig. Wow. Igen, erre az most emlékszem. Az, de nem baj, hogy insta kill, mert pontosan rá van szükségem.
De jó, hogy ott van. Aha. És egy meglepi energiatank. Szép. És köszönhetően kemény fejünknek. Ha. Meglepő kihívást jelent. Igen, minden. Mindazokat, ami... Így ültem. Hát jó lett volna arra, hogy feltöltsük egy kicsikét a energiatankokat. Ja! Jaj, hogy az külön az energiatankot fel tudod tölteni? Persze, az csak úgy lehet feltölteni, hogy ezeket... Ja! Teli élettel kell felszedni az élettöltés, akkor úgy tölt az élettank. Na ezt nem tudtam például. Ez a pálya mondjuk nagyon jó arra, hogy ezeket összegyűjtsük. Na de nevérek, szinte mindig dobnak valamit. Ne. Egy kis ilyen flipper mozgás. Wow. Oh. Azt hiszem igen, itt lesz a második. Igen, itt azért kell megölni gyorsan, mert hogy itt, ha ő letakarította volna itt a földet, akkor nem lehetne ide felugrani. Aha. Hm. És még egy kis helltank. Na, valamire arra emlékeztem, hogy az X-be lehetett felfelé lőni, tehát itt ott irányítani, de nem, tehát itt ugornod kell. Gyorsabban megyünk, mint a tornádó. Gyorsabban megyünk, mint a frame. Fuck! Ilyen van! Gyorsabban is meghaltunk. Ez de olcsó! Hát ilyet. Erre halál alternatívára nem is... No. Megpróbáltam megelőzni, hát ha vicces lesz, de rájöttünk. Ne! Nincs elég élete! Oké, okay, ezen végigmegyünk, mert hogy ezen a pályán van egy fontos... igen, menjünk. Ez egy nagyon szeretnivaló pálya, és most, hogy minden power-up megvan, gyorsan végigdaráljuk. További bénázás nélkül. Hány órás a teljes játékidő? Szerintem ez, hogyha az ember jól tudja csinálni, így kb. Fél óra alatt kész van. Wow. Főleg, ha speedrunolja az ember. Én most egy ilyen többé-kevésbé teljes végigjátszást csinálom, de már a játéknak körülbelül a felénél tartunk. Miután ennek a kis kontroll nehézségek. Meneküljünk! Mi az hozzá kedves Zsolt, mi nem szokta meg, hogy PS3 joystickkal játszik, úgyhogy... Extra respect. Igen. Na ne!
közel volt. Á, neki csak az elején a tüskék halálosak. Igaz. Az ember mindig óvatos, tehát, hogy ha van egy egyszerűbb, hogy tök könnyen át lehet ugrani, azért mindig egy picit így biztosra menjünk. Sose lehet elég biztosra menni, főleg, hogyha azonnal halsz. És most nem haltunk meg, haha. Csak nem. És a bossra. Érdekes pattern-je van, mit mondjam. Hát az érdekes pattern-en kívül... Wow, ez nagyon... Nagyon kiszámítottam volt. Basztag. Az Isten szerelmére. Az a baj, hogy még ráadásul még én is eltűnök néha, tovább. Ah, oké. Okay. Fókusz. Bevallom őszintén, hogy ezt most félig meddig, mint challenge csinálom ezt a boss, mert ez az egyik olyan boss, aminél mindig megvolt ez a képesség, ami ez ellen kell. Ez esetben most éppen nincs, és most így meg is bántam ezt a döntést. Milyen képesség az? A elektromos áram lenne az, ami ezt a szemétládátnak a páncélját leszakítja az első ütésnél, és akkor onnantól kezd az ilyen kis pattogó hang, hogy ha-ha, nem bántasz! Ugye ezt ennek a játéknak, meg nem tesz róla semmit, akkor nagyon maximum az. Igen. Igen, a dash gomb is kicsikét nehézkes, szóval most ez ilyen buta üzemmódot kell használnom. Igen, kénytelen leszek így most már az ellenfeleket úgymond komolyan venni, mert ez nonsense. Még az esélyem nem szóltam sem. Igen, tehát ez most az nem esély kérdése, hanem ez csak tényleg inkább gyorsan meghalunk, és akkor összeszedem. Most már megvan mindenkinek a gyenge pontjának megfelelő, csak ennek hiányzik, szóval akkor már pontosan jutom, hova megyünk, és akkor ezt gyorsan elintézzük, mert ebből... Mert jó lett volna ezzel a képességgel menni, de most ezzel nem fogunk szórakozni, most erre nincs időnk. Érdekes, hogy fenn van egy lyuk ott jobb felső sorban, nem tudsz többet? Ő onnan jött, és igazából ez nem segít. Most ez nem egy pályaakadály kérdés, hanem ezt a szemétládát direkt nehézre csinálták, mert az ő erős képessége az, hogy majdhogy nem törhetetlen sebző pajzsot kap az ember, onnantól kezdve csak átsétálunk a pályákon. Szóval az ő gyenge pontját most összeszedjük, mert ennek a gyenge pontja meg a jég, szóval innentől kezdve már el van intézve. Spark. Most vegyük komolyan a bosszokat. És akkor van ez az armadilló, meg a jeges pálya, meg a vízes pálya, és különben gyakorlatilag a felemel. Hát és akkor onnantól kezdve van a vár. Minden ja. Meg amely játék úgy... Há, ez milyen kis... Miért tűnik el a környezetnél használtam? Mert egy elektromos gyárban vagyunk is, hogy elvileg kibekapcsolja az áramot, ez akarja prezentálni. Igen, ezen a pályán lenne szüksége arra a... Igen. Ide majd vissza kell térnünk azért az energiatankért. Itt érdemes megcsinálni a backtrackinget, mert ezek nem hosszú pályák, és miután megvannak a bossok, könnyen ki lehet belőlük jutni, csak... Áááá, Istenem, ez... Ez milyen lény? Madár. Holdfénysugár! Ez Sailor Moon ellen küzdünk. Látom. Fa, nem! Hogy az igen. Az már mentés volt.
itt a is... helyzet, a váratlan helyzetek kezelésre nagyon jól felkészült a Mega Man játék. Ez a boss, vagy ez a mini boss, csak ilyen? Mini, igen. Igen, miután telibe kapott egy töltött tornádót, ami fölfelé sebez, azt így annyira nem értékelte. Én hogy ennyi volt? Igen, tehát most már egy töltött támadások azért rettenetesen hasznosak tudnak lenni. Csak... csak nem értem, hogy a tornádó az most valamiért nem látszik, máskülönben én annyira szeretem ezt. Olyan, mintha a képernyő felénél, így, tehát hogy a hátul vagy, akkor a képernyő közepétől képest, akkor látszik, amely nem, akkor nem. Na lehet az olyan grafikai glitch. Egy emulátorral játszunk, tehát nem tökéletes a hardware sajnos. A tűztámadás, ami folyamatosan lőni kell, hogy működjön, annak egy ilyen kis... Ezt úgy fogom élvezni, ezt az ugrást. Aha, passzol, pillanat, hogy is volt? Igen, ez így igen. Volt. Jó, ez nagyon kioncentrizve. Igen. Így esel vissza folyamatosan. Ó, majdnem meg volt. A nagyobb baj az az, hogy a világítás technikál... A világítás technikus félbe kéne várni. Ez az! Az, igen. Oké. Okay. Nehezén túl vagyunk. És eltelenős izéket dob ki. Gránátokat. Igen. Aha. Az igen, az nagyon jó helyre rakta a játék, köszönjük. Az kísérted így véletlenül. Igen, ilyen a lángszó. Nem véletlen volt, ezt így akartam. Nem! I refuse to die! Not like this! Pláne nem a boss előtt! Ja. Na, ezt most... Itt a memóriára épül a játék, tudod, hogy elmegy és akkor jól jegyezted meg, hogy néz ki a pálya felépítése. Igen, nem mindig számítanak arra, hogy te most egy elsőre végén futsz az egészen. Most látni fogjátok, mi történik akkor, hogyha érzékeny rád a boss. Más bossnál ez nem történik meg, hogyha jéggel találjuk előtt, tehát ez... Igen, ezek ilyen specifikus. De a régi játékban nem voltak ilyen specifikus dolgok, hanem csak annyit, csak többzet sebzett. Igen, pontosan. Tehát az, hogy mi igen. Itt... Mindig csak egyet lészre, utána többet nem. Azért, mert hogy a bossoknak van egy ilyen damage delay-jük, tehát miután sebzést kaptak, nem lehet azonnal tovább sebezni őket. Mint ahogy téged sem. Igen, igen, különben vicces lenne, hogy azonnal a lángszóróval minden meghalna. Igen. Az egyetlen sebzés, ami körülbelül szokta engedni, ez a lángszóró, de ebben az esetben nem annyira érvényes. Hát ez kiópészted. Ez ki. Már ideje volt. Ja. Lehetünk így. Most már OP üzemmódban megyünk végig. Electric Spark. Ez kellett nekünk, ugye? Igen, most gyorsan. Most jön a bosszú. Édes lesz. You fat fuck. I'm gonna shock your balls. Valamint egy csöcsei lennének, vagy nem tudom. Igen, igen, ez a... Gyökérben ez. Ez a dagadék most meghal. Akkor itt végül felvettünk mindent, hogyha if I remember correctly? Majdnem mindent felszedtünk már mindenhol, egy-két képes... Majd ezen a pályán. Igen, ezen a pályán minden megvan. Akkor jó. Hát ha nem pattanunk ki a képernyőből, akkor a modern nem lenne ott. Igen. Fair. Fair. Tehát ez a... Duna fair. Igen, itt lesz a... Milyen basszus hangja van. Ó,
Köszönjük. Az jól jött. Megpróbáljuk felszedni? Szerintem nem fog engedni, valószínűleg az kellett volna, hogy meghaljon itt a tűskébe. Igen, hála jó Istennek, hogy a halhatatlanságom segítés után. Ugye megsebezted, de nem ér sem ilyet, kicsit mindig ilyen sebezhetetlen, hogy ne kap folyamatosan damage-et, és pont az mentette meg. Ha ez királyú nézett ki, azt meg kell hagyni. Ez valóban durva. Illetve speedrunnerek is ezeket a játékmechanikákat használják ki, hogy akkor ilyen damage boost, ezt úgy mondják, hogy akkor direkt megsebzik magukat, hogy tovább jussanak a játékba. Előrébb pontosan. Ha! És ugye random a levegőbe felvettél valamit. Nem annyira random, csak hogy az elején kell állni ennek, csak igen, oda kell figyelni! Már másodjára! A tetves, de nem... Mi a f... Mi most ti kaptatok a hatatlanságot? Ezek a denevérek. Tulajdonképpen félig szövetségesek szerintem, de... Hát, hogyha nem lettek volna ott, alapból nem lett volna probléma, maradjunk ennyiben. De ők voltak a megoldási a problémára, ami... Inferno Wall! Az igen. Hát igen, ez a testnek... Nem sokkal. Ah! Csodálja! Nem egy életet kaptunk. Egy életem, egy halálom. Mi is lesezzed? Ezek a lassított felvétel, ez nagyon jó. Igen, a NES hát nem bírja, egyszerűen annyi cuccot raktak bele, hogy a memória. Igen, a háttérben a... Igen. Ó, ha. Hát most... Kicsipeljük. Lássuk, jól néz ilyen háttér. Az igen. Na, olyan kihal meg hamarabb. Igen, most így egymást szembenek és lövik egymást tulajdonképpen, ami történik. Hát igen, azért az így egészen más életérzés. De ez ilyenkor jól esik, na? Nem? Igen, tehát ez a... Miért nem mutattuk, hogy... Van itt valamikor... Kisgyerekként megkapod a játékot, romászapat a boss, megkapod a nagy nezve azt a képességet, amivel instant ölöd, és így ez az! Halott vagy! Meghaltál, megkaptuk... A Rolling Stones megkaptuk, vagy a... És akkor már csak a kettő ketten vannak, ezen kívül majd... Meg még a power-up. Igen, tehát mind a kettő... Igen, tehát hogy még van egy-két power-up, ami el van szórva egy-két pályában, amit... Ez pont ennek a kettőnek a halála kell. Ennek megvan a... Ami ellen kell a... Isten igazából nem emlékszem, de elvileg a tornádó kéne legyen ez. Az igen. Az elég jazz frame volt. Az a lövés. Ah, majd elfelejtettem, csináljuk akkor. Mit? Én kapsz ilyen shieldet magad köré? Igen, de ez a kicsi ellenfelek ellen jó. Ja. Mondjuk pont ez ellen jó lenne, szóval jó lenne, hogyha csak gyorsan feltennénk. A gömb, ez. Az animáció nincs, de a shield az igen. Igen. Ez problémás lesz. De durva. Nagyon kemény. És de nem is fogyaszt? Nem. Ez elég OP. Eléggé. És szerintem csak akkor látszik a shield, amikor így damage-et kap, vagy nem tudom. Hát igazából az animációs hiba. Igen, animációs hiba. Tehát vagy a ROM szar, vagy az emulátor, vagy mindkettő, vagy beállítás, vagy mind három. Tehát, hogy igazából nagyon sok minden lehet. Sajnos. Majd utólag oda vágom, nagyon nem meg. Ne egy gyúra nem meg. Megdögölhetnél már. Igen, ez pofátlan ez a mini bosszorok, hogy ebből kettő van, tehát hogy így. És ez most nem is a nehéz. Nem fog elfogyni a tornád, amire jöjjünk a bosszig. Jó kérdés. Nem, mert hogy főleg ez fog menni.
Oh, come on! nem érdekelte, leszarta. Ez ilyenkor nem sebez, úgyhogy igazából itt csak lőheted. Simával is. Szájból szájba járok. Igen. Ha lecsúsztál volna ott, és így, csak így szépen lassan lecsorogsz, mint valami takony darab, én azt hittem, hogy jól fogod. Jobban izgulunk, mint Zsolt? Azaz. Az a durva. Ez nagyon idegesít. Ez a boss a... Tehát ez a szar többszöröl megint. Mit akármelyik más boss. Igen. Pedig ez csak mini boss. Fú. Ugye azért nehéz. Wow. Az szép. Ennek van termítja, hallod. Ez azért nehéz ez a boss, Gábor. Ez a mini boss. Mert elkezd fújni. De így utána abba hagyja. De és tudja, nyomod arra, balra, hogy ne essél le, de és mivel adja, ha bagja, így tovább. Tehát, hogy így... irritáló. Ja, hogy így. Aha, oké, lássuk. Jó! Ez egy boss. Ez nem a pálya ellen. Nem, ez konkrétan... Egy ilyen mini boss ez is, vagy ellenség, csak sok HP-vel. Az igen. Konkrétan elsülyeztetett a Titanicot. El. Most hogy tudjuk a víz igazat. Az én hibám volt. Így van. It was me all along. Na, ez most egy ilyen... Azt hittem, hogy az fal. Én is, hallod? Hall, simán megdöglöttem volna ott, mint egy darab szar konkrétan. Wow. Általában nem olyan könnyű ezt megölni, csak az ember tudja. Ah, kis HP upgrade. Kicsit el vannak rejtve itt a dolgok, legyünk őszinték. Ha már előttünk egy It Was Me All Along mémet, be kell, hogy valljam, nem no. tudom miért, néha hozok ilyen random ötleteket, leszedtem a Jojo-kat, úgyhogy majd elkezdem nézni. Sőt, olyan szint, hogy az eredeti ovákat is leszedtem. Jézusom! A 95-öset, meg a 98-as, azt hiszem valahogy így. Na az már... Igen, itt... Az ilyen old school trash, úgyhogy... Szép. Igen, ez minibossnak számítanak. Tehát ugye érdekes, hogy több minibossz van ebben a pályában. Ja, több minibossz van, mint sima. Mármint sima ellenség. Igen, igen. Lose. Jaj, de jó, még víz alatti boss harc igen. megváltoztatott fizikával, yeah, alig vártuk. Octopussy. Az igen. Ő is tornádott, vagy valami áramot kell, ja. Mert úgy néz ki. Igen. Nem ez a gyengéje? Micsoda? Jaj, ne, azt hiszem, hogy a... Csak nem az a másik. De ez is sokat sebez neki. Mert úgy van amúgy mindkét, tehát azt hiszem, hogy ugyanúgy van a régi meg a meneknél is, hogy van egy, ami nagyon hatásos, és van egy másik, egy alternatív, ami kicsivel többet sebez, mint a sima. És szerintem most azt találtuk meg, mert ez is eléggé lesebez neki az a repesz. De hát, hogy én mondtam csak hülyeséget, de régen legalábbis így mindig emlékszem. Igen, a baj pillanat, teszteljük a... Oké. Okay. Ha már három élettankunk van, akkor használjuk el. Ezt be fogom gyelni. Oké, okay, mit nem próbáltunk még? Tűz a víz alatt nem fog működni. De az a repelsz, az a sting, az nem volt rossz, az elég sokat sem zett neki. Vagy az a jég, ami sokat sem, nem tudom, valamelyik elég egész korrekt módon sem zett. Ez is korrekt. Ja. Ja.
Igazából tényleg a tornádó lenne az, ami hatékony ellene, mert hogy amellett még a, ezeket az ilyen kis mini izéket is csinálja, csak nem tudom, hova tűnik a tornádó animáció. Ennyi a memória. Vágy, de meg lett, szép, nice, elsőre. Yeah. Hát mondjuk Helltankkal annyira nem nehéz, de... Igen, az, az csalész, az... Hát benne van a játékban. De muszáj benne, igen, igen, tehát igazából semmi nem csalás. Arra való. Viszont, tehát lehet, hogy Zsolt használt Helltankot, de nem használtunk Safe State, Load State-et, úgyhogy igazából ezzel gyakorlatilag kibekkeltük. Hm. Na, és most hogy... egy rendkívül vicces fegyvert kaptunk, amit minden... minden sniper kedvence... Hőkövető rakéta! Oh. Igen, a sniperek szeretik a hőkövető rakétát. Hát bárki, aki FPS-ezik, nem? Tehát annál cheap-ebb fegyver nem létezik.